legegyszerűbb mellékhatásai nélkül kialakulhat az a úgynevezett Potter-szindróma. Magas vérnyomással, szaknyelven hipertóniával küzdő kismama gyógyszeres kezeléséről tartott előadást Várbíró Szabolcs egyetemi docens. A budapesti második számú szülészeti és nőgyógyászati klinika orvosa azt mondja, a terhes nők 3-8%-a szenved magas vérnyomásban, vagyis ez körükben gyakori kór és gyorsan tud romlani, akár életveszélyes betegség is kialakulhat belőle. 150/95 fölött szoktunk adni gyógyszeres kezelést. A alacsonyabb magas vérnyomás esetén elég lehet az életmódi kezelés, de hogyha hozzáadott rizikófaktorok vannak, vesebetegség például, vagy immunbetegségek, egyéb betegségek, akkor azért alacsonyabb vérnyomás értékeket, tehát a 140-150 közötti vérnyomást is kezeljük. A Szexádon harmadik alkalommal megrendezett rendezvény alcíme idén a célértékek, célszervek. A magas vérnyomás ugyanis sorra megtámadja az ember szerveit különböző betegségeket okozva. Az ország minden pontjairól érkező neves szakemberek előadásai éppen ezen tematika mentén haladnak végig. Mondja a rendezvényt életre hívó Kora Egészségvédő Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Ballassa János Kórház kardiológus főorvosa Benczúr Béla. A következő szekcióban a hipertónia és a szívbetegségek kapcsolatáról fogunk hallani. Utána az agyi keringés, tehát nagyon-nagyon érzékeny a agyi struktúrák, az agyi érhálózata, a magas vérnyomásra, a vérnyomás ingadozásokra, úgyhogy mind a szélütésben, mind a szellemi képességek hanyatlásában, a kognitív képességekben is sajnos ugye hosszú távon nagyon korai eltéréseket, hanyatlást tud előidézni a magas vérnyomás. Évente 10 millió ember hal meg magas vérnyomás miatt világszerte, több mint felük nem tudott arról, hogy hipertóniája van.